Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves gyerekek, nagykátai polgárok! Ez a busz, amit mögöttünk látok, ez a Sulinet busz. Arra szolgál, hogy azokra a helyekre, ahol még az internet nem található az iskolákba, eljusson, de eljuthat olyan helyekre is, ahol már van az iskolákban internet. Mintegy kifejezi azt is, hogy ez egy mozgalmas világ, amelyben az információk könnyen elérhetők, és ahol még a technikai felszerelése ez nincsen meg, akkor egy ilyen busszal ezen lehet segíteni. Látjátok itt Ádámot és Pétert, akiknek a képe itt van a buszon is. Ők, amik is, hát hogy Geszti Péter szavait idézem, netmennyeink, akik éppen a glóbuszt, a földgolyót próbálják megragadni, hogy a dalnak a szövegében van. Ez a busz már jó néhány helyen volt, de mondhatnám azt, hogy az ünnepélyes elindítása Magyarországon Nagykátáról történik. Innen fog az ország nyugati felébe menni néhány héten keresztül, és aztán az ország többi részébe is. Én megkérem Bodoginét, Nagykáta polgármesterét, hogy szóljon ő is önökhöz. Azt gondolom, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, azt mondhatjuk, hogy nagy örömünkre szolgál, hogy a Művelődési Minisztérium ebbe a Sulinet programját éppen Nagykátán indítja el az országos körútjára. Nagyon bízom benne, hogy, és van itt jó pár nagykátai gyerek, aki már tud internetezni, de talán ez a többieknek is kedvet fog teremteni. Így értelme lesz annak, hogy a Teleház programban hamarosan a könyvtárban mi is ezt a szolgáltatást megpróbáljuk a diákoknak és a polgároknak a rendelkezésére bocsátani. Külön öröm azért is, mert fönn már sikerült a fiúknak megtalálni Nagykátát, hiszen a Kanadai Urbanisztikai Intézet segítségével angolul és magyarul Nagykáta az interneten található, a buszon lévőképpen most keresgetik, ami számunkra nagy öröm, és talán arra is bizonyíték, hogy egy ilyen kisváros, mint Nagykáta is képes ilyen dolgokat véghez vinni. És a mai nap emlékére én szeretnék a miniszter úrnak egy csodálatos, szép nagykátai könyvet ajándékozni. Egy nagykátai vállalkozó gyűjti a régi nagykátai képeslapokat, és ebből készült egy kiadvány, amit nagy szeretettel átnyújtok a miniszter úrnak a mai nap emlékére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Közben zajlik a minisztériumnak a Sulinet programja, már több mint 600 iskola van bekapcsolva az internet hálózatba. De ha erre a buszra nézzünk, akkor ha leszámítjuk a parabola antennát, akkor óhatatlanul az a könyvtár buszoknak az ideje jut eszünkbe, amikor a falvakba, településekre, kisebb településekre ellátogattak különböző buszok és hozták a könyveket. És az internettel ez egy olyan könyvtárbusz, amely jóval több könyvet cipel, mint amennyi mondjuk a Széchenyi könyvtárba beférne. Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy valójában mekkora is ez a busz, ha az információkat nézzük. Ez jelzi egyébként az informatikának és az internetnek a használhatóságát. Hál' Istennek egyébként tényleg a buszta, hogy ide beállt, folyamatosan használják a gyerekek, és ezért van, hogy is megismerkedhessetek ezzel, és a tanárokon és a segítőkön túl Ádám és Péter is segíthet nektek. Hát parancsoljatok, itt nem lehet egyszerre, igen, aki felfér, az lassan elindulhat, egyszerre nem lehet bejutni erre a buszra, de hát azért állomásodik itt egy jó ideig ez a busz. Legyél netben, ez meg senkinek se fájt, hisz van a fejedben millió gigabájt. Hát bevesz be, és kapcsolj rá!